Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz, ahol egy hónap után végre velem van Bence. Sziasztok! Nem szakítottunk. Igen. Igaz, ezt Bencénél már elmondtuk, de szerintem itt is fontos elmondani. Együtt vagyunk. Igen. És a mai videóban párkapcsolati kérdésekre fogunk válaszolni. Gondolkoztunk rajta, hogy mi lenne a következő jó sorozat, és arra jutottunk, hogy nagyon viccesek voltak az előzőek, de szeretnénk egy kicsit szintet lépni. Úgyhogy kitaláltunk, ez mondjuk egy kicsit erős, de a lényeg az, hogy egy új tematikával jövünk nektek. Komolyabb kérdésekre szeretnénk válaszolni. Azzal kapcsolatban, hogy bizonyos témákat, problémákat hogy oldunk meg a mi kapcsolatunkban, és remélhetőleg ezzel nektek is tudunk segíteni. Igen. Egyébként a tied volt az... Hát ötlet, inspiráció, te inspirálódtál azt hiszem külföldről, és nagyon izgatott vagyok amúgy, mert ugye ez más jellegű, itt most tényleg komolyan fogjuk venni az adott kérdéseket, és megpróbálunk segíteni, ennek tényleg lesz egy olyan segítséggel való jellege. Terápián vagyunk. Olyan vicces egyébként, mert amikor ilyen videókat csinálunk, az konkrétan felér egy ilyen terápiával, olyan dolgokról beszélünk. Ti is csináljátok ilyet otthon. Ez az első tippem. Üljetek le egy kamera elé, és csináljatok kérdezz-felelek videót. És hogyha nem fogjátok hülyének érezni magatokat, hogy először ültök kamera előtt, és csak beszéltek bele, akkor nyugodtan megérdemeltek egy közös vacsorát, vagy valamit, mert nekünk is idő kellett, hogy ne érezzük hülyén magunkat. Leginkább én szerintem. Hát jó, nyilván. Köszi, csak... hogy nem mondtad, aranyos vagy! A támogatás nagyon fontos, közösen éreztük úgy. Millió kérdés jött szerintem. Igen? Jók jöttek? Mert mind a ketten raktunk ki sztorit. Rengeteg hülyeség volt, hogy mind a ketten raktunk ki, elmondanám neked. Annyira sok jött, hogy szerintem instant csinálni fogunk egy második részt is belőle, és nem fogom kirakni, hogy küldjetek új kérdéseket, mert nagyon sok jött. Emlékszem rá, hogy volt egy-kettő, amit még az első pár percben láttam, és nagyon tetszett, és ezt mostanra elvesztettem, mindegy. Kezdjük el. Nálam is lesz egy rész. Kettő napon belül körülbelül. Bencénél is lesz rész. Ennek is lesz majd következő része, úgyhogy dobjatok rá egy hatalmas lájkot, és mutassátok meg, hogy mennyire tetszik, és kezdjük is el! Az az igazság, hogy nagyon örülök neki, mert komolyan vettétek a kérdezést, úgyhogy nem nagyon tudok lazával kezdeni. Nem baj, azt szerintem egyébként. Nagyon-nagyon belerázódunk jó. Majd a ritmusba, igen. De mégis egy kicsit lazább, hogyan legyen egy párkapcsolat tartós és állandóan érdekes? Na jó van, hát azért most ez tényleg ilyen bekérdezős, egyből a mély vízbe. Mi több mint 2 éve vagyunk együtt, szóval a válaszunkat azt helyén kezeljétek. Szerintem ezt azért el kell mondjam, és mind a ketten egyetértünk ebben, hogy úgy tudunk ezzel kapcsolatban tanácsot adni, vagy a véleményünket elmondani, hogyha például egy 30 éves pár néz minket, amire egyébként az ilyen párkapcsolati témás videóinknál hát szokott példa lenni rá. Igen, mi úgy azt akartam mondani, Bence, hogy valakinek a 2,5 év az nagyon sok, nyilván a fiatalabb követőknek, viszont az időseknek, ez ilyen... Időseknek ne vegyétek magatokra! Az idősebbeknek ez ilyen jó 2,5 éve együtt vagytok. Igen, mert ugye nézik gyakorlatilag 10 éves házasok is a videóinkat, az ilyen jellegű videóinkat. De ti szórakozzatok rajtunk egy jót, hogy mi még az elején vagyunk, akinek meg tudunk ezzel segíteni, az meg fogadja el, és válaszolja kérdésre. Meg mondjam én? Mondhatod, én így is úgy is ki fogom egészíteni. Szerintem a legfontosabb ebben a kérdésben az az, hogy figyeljetek a másikra, és egy párkapcsolatban nem lehet egoistának lenni, úgyhogy rakjátok félre az egótokat, és ne csak magatokkal foglalkozzatok, és hogyha figyeltek rá, hogy a másiknak mik azok a dolgok, amik fontosak, akkor a tartóság az már ki van pipálva, az érdekesség pedig itt jön az, hogy közösen kezdjetek el gondolkozni, és ha nincsen közös hobbitok, akkor szerintem keressetek valami olyat, amiben mind a ketten jól érzitek magatokat, és ez nem feltétlenül kell egy tartós dolog legyen, próbáljatok ki új dolgokat, menjetek el kirándulni, túrázzatok, mászhatok falat, menjetek kiállításokra, értitek, hogy mit akarok mondani. Én pont ezt akartam egyébként elmondani, maximum még annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy azon igyekezzetek, hogy elfogadjátok a másikat. Meg kell tanulni azt, hogy milyen a másik. És akkor úgy kell helyén kezelni a dolgokat, és nem kell megijedni attól, hogyha fél év után olyan dolgok merülnek fel, ami neked fura, vagy esetleg idegen.
mert eddig nem volt olyan párkapcsolatod. Most nyilván, most nevetett. Ne gondolsz. Nem tudom, itt most teljesen hülye példákat is mondhatok, de... Mindegy, a lényeget értitek, hogy mit akar mondani Dezsőjúban. Na jó, a következőt nagyon durván megválaszolom, úgyhogy kössétek be az öveket. Szerettem volna hozzá kapcsolni az előző kérdéshez, ugyanis nagyon sokan kérdezték, hogy hogyan toleráljuk a másiknak az idióta, hülye, furcsa szokásait, és hogy akarunk-e változtatni a másikon. Ez két nagyon kifejtős kérdés egybe, de igen. A mi esetünkben például, és így tudok véleményt formálni, nekem nagyon nagy szerencsém van, hogy Rebeka türelmes. Mert nekem nagyon sok hülyeségem van közben, erről háttérben. Nekem nagyon sok hülyeségem van, azért van, amikor ki tudnálak hozni a sodrodból, mert kezdek túlpörögni, de nagyon nagy szerencsém, hogy türelmes vagy. Az az igazság, hogy én meg pont azt akartam mondani, hogy szerintem nincsen olyan sok, sőt, nem tudnék egy olyan hülye szokást mondani, amit rendszeresen csinálsz. Tehát, hogy tudod olyan, amire azt mondod, hogy folyamatosan ezt csinálja. Én úgy értettem, hogy teljesen átlagos vagyok etéren, tehát nem vagyok sokkal irritálóbb, mint a többség. Egyébként is nem hoznak ki a sodromból folyamatosan minden egyes nap, de amikor azt teszem, akkor azért nagyban hozzájárul az, hogy nem vitázunk, és megértjük egymást, hogy te is türelmes vagy. Ez eszembe én is azért próbálok megértő lenni. Hogyan osztjátok fel a házi munkát? Erről szerintem egyébként már beszéltünk, de ezt el tudom mondani igazából egy mondatba. Bence rendmániás, tehát ő folyamatosan pakol, ha kell, ha nem. És ezt már mondtam nektek, hogy nagyon sokszor előfordul, hogy fel magát azon, hogy szét van pár dolog, akkor csapkodva elkezd pakolni, utána amikor végzett, akkor boldog és odabújik hozzám, hogy milyen szép rend van. De Bence pakol, Rebeka takarít, nagyon szeretem a rendet, nem tudom megtartani. Igen. Ja, ennyit akartam én is mondani, hogy én nem takarítok, tehát nem állok neki felmosni, meg a WC-t kitakarítani, meg a nem tudom mit rendbe rakni, én elpakolok. Meg porszívózol, abban nagyon ügyes. Abban nagyon jó vagyok. Esik az eső, és a füvemet nem kell locsoljam, ez olyan jól esik. Ha összevesztek, kimegy hamarabb bocsánatot kérni? Hogyha olyan kedvem van én, viszont hogyha nagyon felhúzom magam és haragtartóba rakom magam, akkor Rebeka. Az az igazság, de hát hogy... nem is szoktunk összeveszni. Erre majd mindjárt kitérek, mert erről is van kérdés, de most tegyük fel, hogy összevesztünk. Kifogtuk egymást, ugyanis mind a ketten szeretünk megsértődni. Tehát, hogyha egy vitába úgy érezzük, hogy nekünk van igazunk, akkor szeretünk megsértődni, és szeretjük egy kicsit húzni a másikat. Ezt nagyon csúnya kimondani, de én nem szeretek bocsánatot kérni. Tehát nekem valami nagyon erős érv kell ahhoz, hogy én azt mondjam őszintén, hogy nagyon hülye voltam, és tényleg. De változó szerintem itt is az a lényeg, hogy nem mindig csak magatokra gondoljatok, és tegyétek félre az egótokat. Az az igazság, hogy egy-egy ilyen vitába nem úgy kell nézni szerintem a feleket, hogy te vagy a partnered ellen, hanem hogy te meg a partnered vagytok a vita tárgya ellen. Értitek, mit akarok mondani? Tehát, hogy próbáljátok meg ketten megoldani a problémát. Ja, nem tudok ehhez mit hozzáfűzni. Nagyon sok kérdés van arra vonatkozólag, hogy hogyan oldjátok meg az anyagi dolgokat, közös kasszán vagytok-e, vagy külön? Hát, saját pénzünket nem nagyon költjük, a szülőkét annál inkább. Olyan hülye vagy lesz, van, aki el fogja inni, ne higgyétek el! Mit érdekel engem? Így is úgy is azt írják, tehát rengetegen írják azt, hogy... Mind a ketten keresünk pénzt, saját pénzt keresünk. Mi? Nem tartanak el minket a szüleink. Mi? Se Bencét, se engem, se együtt, se külön. A kasszáim 80%-ban különálló, 20%-ban közös. Inkább azt mondanám, hogy vannak olyan dolgok, amikre mindig közösen költünk. Ezt mondtam én. Viszont van olyan, amire külön-külön. Tehát most hülyeséget fogok mondani, de például az én videóimhoz, amikor alapanyagot kell venni, lásd ruhát, sminket, parókát, nem tudom én micsodát, kivéve ha nem mindenre igent mond videó van, akkor én veszem magamnak. Bence, hogyha szegvét akar venni magának, vagy nem tudom én micsodát, ezt megveszi a saját pénzéből, de igen, hát szerintem így apró lépcsőcskénként haladunk afelé, hogy... Igen, de ahogy mondtam, 20% van az, ami kimerül a havi bevásárlásba, amit felosztunk 2-2 bevásárlásra. Hát, meg azért a házzal kapcsolatban azért.
Igen, az utóbbi időben most már azért összedobunk dolgokra. Igen, hogy felesbe álljuk például, nem tudom, most mondok valamit. Nem titok, hogy a kapcsolat eleje óta nyilván nekem a bevételem az jelentősen fejlődött. Tehát, hogy amikor összejöttünk, akkor nekem még nem volt számottevő bevételem. És nekem ez azért célom volt, hogy el tudjak jutni oda, hogy mondjam, hogy számítson az, amit keresek. Érted, mit akarok mondani? Persze, meg ezt azért többször említetted az elmúlt egy évben, hogy te most elrúgtad a legyet a háttérbe. Szóval te többször említetted egyébként az elmúlt egy évben is, hogy nagyon szeretnél odáig eljutni, hogy amikor innen költözünk, mert nem titok, hogy innen majd költözni fogunk, tehát volt a bérelt lakás, aztán megvettem azt a házat, de innen már ugye arra szintre kéne eljutni, hogy közösen építetünk egy házat, és abba te is azért szerves részét szeretnéd kivenni a fizetésnek is, a teljesítésnek. Igen. De ezzel nincs is baj, szerintem ez így tökéletes lépcsőfok volt, hogy elköltöztem, ugye béreltem lakást, Rebeka oda költözött, majd ide jöttünk, itt már azért pótol dolgokba, és innentől kezdve ugye lesz majd az a ház, ami konkrétan gyakorlatilag a családi ház. Igen, és itt ezzel megválaszoltuk azt a kérdést is, hogy ez a végleges ház-e, ahol szeretnénk lakni, és ez álomházunk-e, igen. És azt tudom mondani, hogy a jelenlegi élethelyzetünkben ez az álomház. Uh-huh. De tekintve, hogy nyilván szeretnénk majd összeházasodni és gyerekeket, arra van egy másik álomház, és ezt ne értsétek félre, tehát nem flexelésből, vagy nagyképűségből, vagy bármi, de fiatalok vagyunk, ambíciózusak, hiszünk magunkba, és vannak álmaink. Hát meg ott a csok, nem? Olyan hülye vagy! Hát azért csak számít ez az a... Azt se tudom mennyi igazából. De hogy tényleg, tehát aki nem fogadja el azt, hogy itt van például két 22 éves srác meg egy csaj, és azt mondják, hogy nekünk vannak terveink, és meg akarják valósítani, és aki ezt flexelésnek fogja föl, az nem tudom, vesse magára, tehát most érted. Meg ha nincs célotok, miért éltek egyáltalán? Ha nem találjátok meg az életcélotok és azt, amit csináltok, akkor miért éltek egyáltalán? Gyors válasz, mai napig visszatérő problémák, ami már többször előfordult, jut egy ilyen eszedbe? Egyáltalán nem. Csikorgatod a fogad? Azon kívül nincs. Rossz meg. Kérdeztétek, hogy horkol-e valamelyikünk a kapcsolatban, és a másik hogy viseli? Mind a ketten horkolunk, és egyikünket se érdekli. Bár mondjuk őszintén megmondom, hogy mindegy, hagyjuk. Mit? Mit mondtál? Semmi. Egyikünk se horkol, az... Rakjam be a hangfelvételt! Az hangosabb szuszogás, na, menjünk tovább. Ki az, aki manapság nem horkol, nem? Így is van. Ezt csak szerettem volna megválaszolni, ez igazából nem olyan kérdés, amire közösen kell, hogy válaszoljunk. Volt-e már a kapcsolatotokban mélypont, és ha igen, hogy sikerült átvészelni, megoldani, gondoltatok-e arra, hogy szétmentek soha? Tehát... Nem volt még olyan veszekedése, ezt is kérdeztétek, amikor valamelyikünk kanapén aludt volna. Tehát, hogy soha nem volt olyan vitánk, hogy mire fekszünk le aludni, addigra ne oldjuk meg a problémákat. Én tartanék egyébként tőle, hogy mi lesz a jövőben, hogyha lett volna már olyan veszekedésünk. Igen. Hogyha azon gondolkodtunk volna valamikor, hogy szakítunk, vagy csak elridegültünk volna egy időre, akkor félnék attól, hogy most miket tervezünk a jövőben, meg nem lennék annyira biztos magamban. De hát ilyen nem volt, úgyhogy... Ez csak vicces. Hogy adod a tudtára, hogy rájöttél egy hazugságra, célozgatsz, vagy megmondod? Nem volt még ilyen, de ismerem magam, és tudja, hogy célozgatnék. Tehát... Célozgatnál. Biztosan. Biztosan. Igen. Ide kapcsolom hozzá akkor azt a kérdést, vagy azokat a kérdéseket, amik azzal foglalkoznak, hogy hogy tudunk megbízni a másikban, és hogy bla 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 bla, igazából minden arról szól, hogy megbízunk-e egymásba, hogy mennyire, stb. Nagyon nagy titok lesz, hogyha eláruljuk, hogy megbízunk egymásba. Bizalom nélkül nincsen kapcsolat. Tehát, hogyha... Írd ki, légy szíves ide. Ha nem bízol a másikba, akkor... Valamilyen szinten magaddal van problémád, szerintem, saját vélemény, teljes mértékben. Igen. Tudnék erről beszélni még nagyon sokáig, de a lényeget értitek szerintem, hogyha valami miatt bizalmatlanok vagytok a másikkal szembe, meg kell beszélni,
abból nem lesz kapcsolat, hogyha csak magadba fortyogsz, és folyamatosan nem tudom, arra gondolsz, hogy úristen elment a boltba, akkor most kivel találkozik odafele, vagy nem tudom én micsoda, fél órával később jött haza, merre volt, stb. Én megbolondulnék, hogyha ez így lenne. Tehát nálunk van olyan, hogy egyikünk például 9:30-kor jön haza, és nem hívogatjuk 9-től egymás, hogy besötéted, egy gyere már haza. Az elején egyébként Bence egy kicsit féltékeny volt, de... Ez mikor az elején? Nagyon az elején. Hát ezt még gondolom egyébként az előző kapcsolataimból hoztam, mert ott azért... Nem akartam én mondani, de ott köszi, azért hogy kimondtad. Földindulás. Tehát Bencének az előző kapcsolataiból most minden rossz indulat nélkül mondom, voltak, vagy hát megmaradtak rossz szokások, és egy ilyen, egy év alatt körülbelül elmúltak, és itt ezzel válaszolok arra is, hogy vannak-e olyan szokások, amit meg akartok változtatni a másikba, vagy 100%-osan elfogadjátok. Voltak, és meg is változtak. A másik pedig a megváltoztatáshoz annyit tennék hozzá, hogy a személyiségét a másiknak nem akarjuk megváltoztatni, de, hogy mondjam, segíteni akarunk a másiknak abban, hogy fejlődni tudjon. Yes. Milyen együtt dolgozni, gondolok itt a videózásra. Jó, nagyon jó. Nagyon sokszor azt szokták mondani, hogy a munkát és a magánéletet ne keverd. Őszintén megmondom, hogy egyelőre nem látom hátrányát, sőt. Én nagyon szeretek veled dolgozni, és őszintén megmondom, hogy élvezem, tehát hogy nem unom meg. Ja, egyébként annyit még hozzátennék, hogy szerintem munkatéren is inspiráljuk egymást, és próbáljuk segíteni a másikat, tehát hogyha nyilván minden karrierben, teljesen mindegy, hogy miről van szó, mindig vannak hullámhegyek és hullámvölgyek, és amikor a másik éppen völgyben van, akkor próbálunk segíteni neki. Itt száll előttem egy szúnyog. Hol? És próbálunk neki segíteni, hogy ezen felül tudjon kerekedni, vagy nem tudom, bármi olyan megoldás, amitől jobb lesz a helyzet. Hogyan ünneplitek az évfordulókat? Már ennyi volt. Jön ez is majd. Én nagyon szeretem, imádom az évfordulókat, a születésnapokat. Mind a két évfordulónkon dolgoztunk. Az egyiken brodát forgattunk, másikon is, nem? Azt hiszem, igen. Ja. Mi az? Meg Valentin napkor is, és a születésnapomon is, és mindig. De a lényeg az, hogy nyilván nem biztos, hogy a napján ünneplünk, de valahogy mindig meg szoktuk ünnepelni, és itt ne gondoljatok ám olyan nagy dolgokra, hogy Michelin csillagos étterem, meg nem tudom én micsoda. De azok egyébként arra jövök rá, hogy azok nem is mi vagyunk. Tehát mi tudod milyenek vagyunk? Gondolunk egyet, hogy szerdán azt akkor megyünk el ilyen étterembe, de mi nem azok vagyunk, akik... Nem járunk minden szerdán Michelin csillagos étterembe. De itt most nem arról van szó. Értem, mit akarsz mondani. De itt arról van szó. Nem szeretjük a nagyon előre megtervezett dolgokat. Nem szeretjük, utáljuk. Sose tervezünk előre, mert és ha tervezünk, akkor nem tudjuk megtartani. Az a baj, hogyha tervezünk, és azt mondjuk, hogy na most kedden van az évfordulónk, és akkor elmenjünk ebédelni, akkor reggel mind a kettőnk úgy fog fekelni, Igen. De aztán lehet, hogy 3 nap múlva meg azt mondjuk, hogy most üljünk kocsiba, és akkor menjünk el valahova. Az évfordulónak az ünneplése, az nem feltétlen kell, hogy legyen egy drága dolog. Nyilván azt ünneplitek, hogy együtt vagytok, hogy szeretitek egymást, úgyhogy itt is az a fontos, hogy olyan dolgot csináljatok, amit szerettek együtt csinálni, és hogyha ez egy film megnézését jelenti, vagy sorozatozást, vagy tök mindegy micsodát, kiülni a kertbe és nézni a madarakat, akkor azt értitek a lényeget. Jöjjön az utolsó kérdés erre a videóra, mert ha jól látom, akkor kezd elég hosszú lenni. 2 kérdést vonnék egybe, mert nem tudom, hogy melyiket szeretném jobban megválaszolni. Mit tartotok a legfontosabb tulajdonságnak a másikban, és mi a kedvenc tulajdonságotok a másikban? Uh-huh. Hát ahogy említettem már, az, hogy megértő vagy, türelmes vagy, meg ahogy igyekszel kimutatni azt, hogy szeretsz. Ez a kedvenced, és egy kapcsolat szempontjából mit tartasz a legfontosabbnak? Hogy támogass. Ugyanezt akartam mondani. Egy párkapcsolatban szerintem a legfontosabb dolog az, hogy tudjál számítani a párodra, és támogasson, viszont legyen veled őszinte, tehát hogyha mondjuk egy hülye ötletet mondasz neki, akkor
ne csak vakon azt mondja, hogy ú, kicsim, ez nagyon jó, és közben tudja, hogy nem, mert ez konkrétan. Úgyhogy támogatás és őszintesség, amit meg benned szeretek, a támogatás, az szerintem én magam és a csatornám és a karrierem, remélem hívhatom így, mutatja, hogy az 100%-osan, és ez hülyén fog hangzani lehet, de biztonságba érzem magam melletted, és ez nagyon jó. Jaj, de aranyos vagy, Istenem! Terápián vagyunk. Nem hiszem el. Az én videómat is. Azért ennyire nem vagyunk nyálasak. Na. Na, a sminkem az már nem lesz tökéletes, de szerintem most nézzük el. valamit akartam mondani. Mindegy. Ebben néztem bele és eszembe jutott. Ja igen, tudom mit akartam. Belenéztél és eszedbe jutott? Igen, mert ha elfelejtesz valamit, akkor ugyanarra a cselekvésre vissza kell menni, amikor eszedbe jutott, és eszedbe fog jutni. Nagyon sokszor csinálok ilyet. Iszonyatosan kiszámíthatatlanak az érzéseim, érzelmeim, hangulatváltozásaim, és nagyon jól viseli. Tehát, hogy le a kalappal, mert vannak olyan napjaim, amikor nagyon hisztis vagyok, és nem tudom az okát, és ülök a kanapén, egymás mellé lerakott lábakkal és a kezem a térdeimen, és csak nézek ki a fejemből, és jönnek a könnyeim. És olyankor szoktam mondani, hogy jól van kicsim, ha bármi kell, szólj, bemegyek, csináld. Ezek a kedvenc, mész itt, nem tudom. Igen, és ilyenkor az... Képzeld el, ez férfi agya felfogva. És ilyenkor az... Patrik nagyon röhög, de annyira igaz. Mindenkinek el szoktam mondani, aki ezt, vagy erről, vagy hasonló témáról kérdez, ha azt mondja, hogy szeretlek, azon sírok, hogyha azt mondja, hogy fejezd már be, ne sírjál, olyan hülyeség, azon sírok, hogyha azt mondja, hogy jó van, gyere, bújj, de azon sírok, hogyha nem tudom, bármit mond, mindenen sírok, és olyankor szokott tényleg az jönni, hogy jól van, kicsi, ha bármi kell, szóljál, bemegyek a hálóba, majd jössz, ha befejezted. Igen. És ez egy negyed órától több órán keresztül így húzódhat. Ja, ezt is meg kellett tanulni, kezelni. Ez nagyon durva volt, ilyet még életemben nem láttam. Tényleg. Nagyon durva volt. De megszoktam most már, hagyjalak, igen, és akkor hagyjalak. Úgyhogy ezzel akkor le is zárnánk ezt a mai videót. Remélem, hogy tetszett nektek. Hogyha igen, akkor dobjatok egy hatalmas lájkot. Én bocsánatot szeretnék kérni, hogyha kevesebbet beszéltem, de fáradt vagyok. Nem baj, majd a következőbe beszélsz. Majd többet. A következőbe többet beszélek. Remélem, hogy tényleg tetszett, de mindenképpen szeretnék belőle második részt csinálni, mert nagyon sok kérdést kihagytunk, úgyhogy szeretnénk mindenkinek válaszolni. Így van. Úgyhogy még egyszer mondom, ha tetszett, akkor dobjatok egy hatalmas lájkot, iratkozzatok fel, hogyha még nem vagytok, nyomjátok be a kis csengőikont, hogy mindig kapjatok értesítést, hogyha töltöm fel nektek az új videókat, és természetesen kövessetek minket Instán is, az Insta nevünk lent van a leírásban. Még egyszer köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk, a következő videóban találkozunk. Sziasztok!